Ezek a felvételek tavaly júniusban készültek Mátészalkán, ahol a Richter Egészségváros program keretében a helyi lakosok közreműködésével több mint 19 millió forint adományt gyűlt össze a Mátészalkai Kórház számára. Idén október 5-én Nyíregyháza Kossuth terére érkezik a Richter Egészségváros, a Richter Gedeon NRT szervezésében a kórház, valamint az önkormányzat támogatásával. Az esemény sajtótájékoztatóján Gál Olasz Sarolta azt mondta, a program lényege, hogy a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért vagy meghallgatott előadásért 500 forint értékű adományponttal bővíthetik a Richter Gedeon NRT által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt. Nagyon fontos, hogy adjuk a lakossági összefogást, a lakosságnak az erejét, a lakosság tudatosságát, a lakosság egészségre való törekvését, és nincs felső határ, tehát a határ a csillagos ég, úgyhogy mi mindenkit arra búzítunk, hogy jöjjön el, vegyen részt, használja ki a lehetőséget, hogy szűréseken, tanácsadásokon részt vesz, a családjával jöjjön és szórakozzon, kiegészítő programokon nézze a színpadon fellépőket, és mi azt gondoljuk, hogy ezt a napot el lehet tölteni úgy, hogy teszünk a saját egészségünket, és párhuzamosan pedig szórakozunk, és a nap végén pedig büszkék vagyunk magunkra, hogy a mi hozzáadott értéknek köszönhetően a kórház bizonyos összegű adományt fog megkapni. Franc Mónika, a Józsa András Tagkórház orvosigazgatója hangsúlyozta, bár minden lehetséges szűrést nem tudnak elvégezni, nagyon sok területről érkeznek szakemberek, így többek között a szív- és érrendszeri, az ideggyógyászati, pszichiátriai, nőgyógyászati, urológiai, valamint diabetológiai területek képviseltetik magukat. Ezeken a szűréseken talált elváltozások alapján szükségesnek tűnő szakorvosi vizsgálatokra időpontokat lehet majd a helyszínen foglalni. Ez egy külön sátrat fogunk kapni, ahol szakembereink számítógéppel, online elérésekkel lesznek elérhetők, tehát nem a saját egészségablakon keresztül lehet ezeket az időpontokat foglalni, hanem ott a sátorban. Ennek a technikai megoldásain most dolgozunk. A Richter maga nagyon pozitívan állt ehhez a különleges ötlethez, mert eddig ilyen lehetőség ezeken az egészségváros rendezvényeken nem volt. Én bízom benne, hogy ez is egyfajta csábító erő lesz, hogy minél többen jöjjünk ki erre a rendezvényre. Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta, több ezer résztvevőre számít, mivel ez egy olyan esemény, amikor egy nap alatt bárki ingyenesen elvégeztethet igény szerint több fontos szűrővizsgálatot is. Mi a helyszín biztosításával, a színpad biztosításával, a promócióval, az óriás plakátok biztosításával, maga a helyszín és a lebonyolítás biztosításával jelentős erőforrásokkal járnunk hozzá, hogy a program sikeres legyen. Nagyon fontos cél az, hogy adományokat gyűjtsünk a kórháznak, de én azt gondolom, hogy ezt a célt megelőzi az, hogy aki részt vesz, az valóban olyan ellátás szűrési programon vehessen részt, ami egyébként így egyedülálló és elérhetetlen. Tehát ezt nem lehet összeszervezni, hogy ennyi program, és gyakorlatilag ki mit szeretne, összeállítsa a saját szűrési programját, vagy a tanácsadási programját. Én számomra ez a legnagyszerűbb ebben a napban, hogy bárki ezt megteheti, és az egy nagyon pozitív hozadék, hogy ezzel ráadásul segítjük a kórházat is. Az október 5-i szombati nap végén átadásra kerülő adományt a tervek szerint a kórtermek árnyékolás technikájának fejlesztésére tervezik fordítani, de adománypontokat már a Richter Gedeonról szóló film nyíregyházi közönség találkozóján is lehet szerezni szeptember 24-én a Krúdi moziban.